Köszöntöm nézőinket, a mai ismerős vendége Tar János, és hát remélem János nem fog megharagudni azért, ha én azt mondom, hogy jelen esetben talán nem is igazán az arc, de a nevedhez fűződő KFT ismerősebb a nézőknek, hiszen akik már látnak bennünket, azok kapcsolatban vannak a te általad nyújtott szolgáltatással, és hát jó sokan vannak, hála jó Istennek megyeszerte, de ne szaladjunk ennyire előre, ebben a műsorban mindig megvizsgáljuk, hogy ki milyen jó vagy rossz gyerek volt, mindig a kezdeti lépésektől indulunk, te hogyan emlékszel ezekre? Én is köszöntöm a nézőket. Hát én Bántán nevelkedtem egészen 11 éves koromig, akkor költöztünk be Szekszárdra, édesapám szekszárdi munkahelye miatt. Hát a bátori gyermekévek azért hát azok felejthetetlenek számomra, mert az ottani első barátságok azok még most is, és hát rokoni kapcsolatok most is fűznek nyilvánvalóan oda. Hát a nyári hónapokat a húgommal mindig Bátán töltöttük, szinte általános iskolában. Azon túl, hogy gondolom, ez az iskolai váltás, ez igen nehéz volt, 11 évesen Bátáról Szekszárdra kerülni. Ezt hogy élted meg? Hát igen, azért egy falusi iskolából ezt nehezebben éli meg az ember ide egy városi iskolába bekerül. Hát egy kicsit nehezen vettem fel itt a fordulatot 5. osztályba, de aztán elég jó eredménnyel zártam az általános iskolai éveimet. Húgomnak ebből szempontból könnyebb dolga volt, mert ő másodikosként került be Szekszárdra, és ő még könnyebben fel tudta venni ezt a fordulatot. Mire emlékszel legszívesebben a gyerekkorodra? Mi volt az, ami már érdekelt akkor, és ami esetleg a későbbiekben is megmaradt? Hát nyilván a szakmánál fogva a műszaki dolgok, mert hát amikor én az ezemet tudom, én ültem be édesapám mellé az autóba, és mentünk együtt dolgozni. Tehát vitt magával, úgy mondjam. Hát akkor még csak ott futkároztam a készülékek körül, illetve hát akkor még sok mindent inkább lehet, hogy többet ártottam, mint használtam, de azért biztos, hogy valami kis szakmai dolog megragadt az emberbe. Hát a kérdést talán már saját magam meg tudnám válaszolni a műszaki szakma szeretete után, hogy a középiskolai tanulmányok hol folytatódtak. Azt hiszem, hogy itt helyben ez adva volt. Igen, hát a Rózsa Ferenc műszaki szak középiskolában folytattam elektroműszerész szakon a szakmai tanulmányokat. Hát ezt pont a szakma szeretetéből adódóan nagyon élveztem, főleg a gyakorlati tantárgyakat, illetve a szakmai tantárgyakat. Olyannyira, hogy a főiskola befejezése után vissza is hívtak ide szakmai gyakorlatot, illetve méréstechnikát tanítani a volt tanáraim, illetve akkor lettek kollégáim. Hát egy évet tanítottam, és hát a más irányú elfoglaltságom sajnos nem tette lehetővé, hogy tovább ezt a tanítást folytassam. Nagyon előre szaladtunk, azért itt ezt a főiskolát átugortuk, és mint tudjuk, hát azért mindannyiunk életében ezek a gondtalan, de már azért felelősségteljes évek nagyon-nagyon meghatározóak és szép emlékek. Neked hova szól ez az emlék, és hát egyáltalán hogyan emlékszel vissza, ha azt hallott, hogy főiskola? Igen, még én is valóban nagyot ugrottam, mert még a középiskola befejezése után én még egy szakmát tanultam, a rádió-televízió műszerész szakmát is kitanultam. Hát itt a város sok szervizében dolgoztam, hát így édesapám kapcsolatai révén nem csak egy szervizben dolgozhattam, hanem hát több műhelyben is megfordultam, és hát így elég széles körű szakmai tapasztalatra tettem szert. És hát ezután kezdtem én Győrbe a távközlési műszaki főiskolát, ahol 1992-ben végeztem távközlési mérnökként. Hát ezután jöttek a kötelező sorkatonai éveim. Hol? Hát, meg sem merem kérdezni, de biztos vagyok benne, hogy nem hagytad el erre az időszakra sem a műszaki pályát. Hát valóban én a Bolyai János katonai műszaki főiskolán voltam fél évet úgynevezett tartalékos tisztképzőn, és hát itt is szakmai. Mit kellett itt csinálni a katonaságnál? Hát mit lehetett? Híradó voltam gyakorlatilag, hát morzézni meg kellett tanulni, és hát mi egy rövid hullámú rádióállomás, távolsági rövid hullámú rádió összeköttetéseket csináltunk. Ez volt az én szakmai gyakorlatom a katonaságnál, illetve utána kerültünk ki csapathoz, én akkor Bajára kerültem egy fél évre, ott az RT századnál szolgáltam.
Akkor ezek szerint, mint oly sokaknak a katonaság nagy teher és nyűg, számodra ez nem így volt? Hát olyan szempontból valamennyire az volt, hogy azért itthonról hiányoztam. Tehát azért megpróbáltuk úgy intézni a dolgokat, illetve a bajai parancsnok is már úgy állt hozzám szerencsére, hogy sokat tudtam, hogy úgymond délutáni órákban lelépni. Mi következett ezután? Tehát túl vagyunk már a katonaságon is. Hogyan tovább? A katonaság évei alatt is már, hogy hát egy kicsit az ember szabadságra vágyott, mi elkezdtünk egy barátaimmal együtt egy másik főiskolát, egy gazdasági jellegű, hát egy, úgy éreztem, hogy egy ilyen irányú képzés is hiányzik az embernek, tehát kell az élethez, és hát levelezőn egy ilyen főiskolát is elvégeztem időközben, és hát 92-től dolgoztam folyamatosan, akkor már KFT-ként működtünk, és hát ott gyakorlatilag a tervezéseket, az új hálózatok tervezését én csináltam, illetve a fejlesztéseket én csináltam. Édesapád nevéhez fűződik tehát, és ezáltal a te nevedhez is ez a KFT, de én bevallom őszintén, abszolút laikus vagyok műszaki téren, természetesen arról van az embernek némi elképzelése, hogy mi az, amit ez a KFT szolgáltat, de gondolom, hogy sok-sok évek kemény munkája hozta azt az eredményt, amit ma a KFT magáinak mondhat. Honnan indult ez a vállalkozás, vagy honnan indult mondjuk az alap, és hát mi kellett ahhoz, vagy mi az a színvonal, amit ma ti képviseltek? Igen, hát úgy a szakmában, hát édesapámhoz nem csak a relatív műszerész szakmából élt, hanem ő egyéb munkákat is bevállalt a megélhetés miatt, és hát így az antenna szereléseket is magunk csináltuk. És hát Bátán is, mivel egy dombok között fekvő község, nem voltak jó vételi viszonyok, ezért a hegytetőre telepített antenna segítségével próbált a falu egy-két pontján jó vételi minőséget produkálni. És hát mikor bekerültünk Szekszárdra, itt is fölépett egy ilyen lakossági igény, hogy a 10 emeletes tövében fekvő 4 emeletes háznak a földszintjén nem tudtak tisztességes vételt produkálni a kuncsaftok, és ezért hát megkeresték édesapámat, hogy tudna egy ilyet esetleg itt is összehozni. És hát ebből indult ki az egész a Kölcsei lakótelepről gyakorlatilag. Hát most a Kölcsei lakótelep egy ilyen létesült a 160-as tetején az első kezdetleges fejállomásunk, akkor még csak egy ilyen 5 csatornás rendszer, hát ugye akkor mi volt elérhető, hát a magyarok, illetve hát a 3 darab jugóadó, ami nekünk az nagyon nagy dolog volt, azt hiszem, hogy... Milyen hihetetlen a mai viszonyokhoz képest. Igen, azt hiszem, te is talán emlékezel rá a jugó csatornákra, mert rajzfilmeket minden este néztük. Szóval innen indult ez az egész dolog, és 78-ban volt ez, és 79-ben kerestek meg bennünket ugyanilyen problémával Dombóvárról, és akkor Dombóváron is elkezdtük ezt a kiépítést, egyelőre még ilyen kisebb lakótelepi rendszereken. És hát a édesapám akkor másodállásban csinálta ezt az egészet, mert főállásban a Videoton márka szervizbe dolgozott, és hát innen indult valahol ez a dolog el. És hát fejlődött, és a postai távközlési felügyelet a mi rendszerünket minősítette jónak a többivel szemben, és továbbépítésre alkalmassá minősítették, alkalmasnak minősítették, és hát így kezdtük el a városba kiépíteni. Ez mikor volt körülbelül? Hát ez már a 80-es évek elején volt, így alakult el. Tehát gyakorlatilag mentünk házról házra, hogy úgy mondjam, és hát édesapámnak az volt az elképzelés, hogy egy város, egy antenna. Tehát egy ilyen egy antenna rendszer. Hát ezt most már utána 10 évvel később már tükröztük arra, hogy most azt szeretnénk megvalósítani, hogy egy megye, egy antenna, hát egy kicsit lehet, hogy nagyon nagyot mondok most, de hát ez most már többet takar ez a kezdetleges viszonyokhoz képest, itt sokkal nagyobb, meg többféle szolgáltatás igénybevételére nyílik lehetőség.
János, nagyon érdekes ez a műszaki dolog. Sokak számára megfoghatatlan, mások úgy idegenkednek is tőle, valljuk be őszintén. A te életedet azonban egész pici gyerekként már úgymond meghatározta, és olyan érthetetlen, hogy olyan örömmel mondott, hogy itt is, ott is ezzel kellett foglalkozni, tehát látszik, hogy ez a mindened. Mi fogott meg ebben, vagy mit mondanál annak, aki esetleg fanyalog tőle, mi szép ebben a szakmában? Hát én egyszer azt, hogy van egy szakmai probléma, amit meg kell oldani, tehát az egy nagyon szép dolog, amikor van egy célkitűzés, és ezt meg tudod valósítani, tehát oda tudsz egy normális képet varázsolni arra a tévékészülékre. Hát pontosan ez az ügyfeleknél is, amikor jártunk kollégáimmal hiba elhárításra, és tényleg az ügyfélnek az arcán, amikor látod a mosolyt, mikor megelégedett azzal, amit csináltál, és tényleg jó képet lát, ezután megjavítottuk az antenna rendszert, akkor hát ez valahogy engem úgy, ez így doppingolja az embert. Meg hát a másik az, hogy most már nem is tud az ember ettől a dologtól megszabadulni, mert hát ez egy folyamatos kötelezettsége, egy szolgáltatási kötelezettsége, egy szolgáltatónak ez adott, és benne van a nevében, hogy nekünk állandóan rendelkezésre kell állnunk. Tehát én például, velem például a nejem nem tud tévét nézni, mert én folyamatosan szörfölök, tehát kapcsolgatok föl a csatornák között, mindig ellenőrzöm a minőséget, hogy minden rendben van-e, hát hogyha minden rendben van, akkor persze nyugodtan nézem tovább azt az adott csatornát. De meg kell róla győződni, hogy rendben van, és a feleségedet említetted, tehát ezzel elárultuk azt is, hogy nős vagy. A következő kérdésem egyébként ez lett volna, hogy úgymond a szakma szeretet mellett, és hát a KFT fejlesztése mellett hogy alakult a magánélet? Igen, hát 1999 óta vagyok nős. Most tavaly óta van most már egy éves fiunk. Hát a magánélete kicsit nehezebb összeegyeztetni ezt a szakmát, mert itt az ember nem tudhatja, hogy mikor kell neki menni, tehát mikor kell neki elindulni otthonról. Hát én ezt már az elején, ezt mi a nejemmel tisztáztuk, hogy nekem ilyen szakmám van, és hát ebből adódóan, hogyha menni kell, akkor menni kell, és ha későn érek haza, akkor későn érek haza. Tehát ezt ő így elfogadta, és hát tudomásul vette. Tulajdonképpen egy biztos háttér is mondhatom, hiszen azt szokták mondani, hogy ahhoz, hogy valaki jól működjön, ahhoz hiány, elengedhetetlen pontosabban nem hiányozhat egy biztos családi háttér sem, egy erős bástya, amit általában a nők testesítenek meg, én azt gondolok. Ez így van, ez nálunk is így van, sőt, ez édesapámiknál is így volt, tehát édesanyám is egy ilyen erős bástya volt otthon mindig is, és hát azért nem tudom, hogy mi férfiak, a nők tudják tartani a lelket, én úgy érzem legalábbis. És ez milyen jó dolog. Említetted a tévézést, ezt mondjuk gondolhatnám éppen, hogy egy kikapcsolódási lehetőség nálad, vagy azt mondod, hogy egy hobbi, de mindjárt el is árultad, hogy nem annyira, mert te tulajdonképpen ilyenkor sem tudsz szabadulni a szakmától. Mi az a dolog, ami tényleg kikapcsol téged, amikor azt mondod, hogy most abszolút relaxálsz, és nem figyelsz a munkára? Hát az a dolog, hát nálam nem nagyon van olyan dolog, de az a dolog, hogyha a mobiltelefonot kikapcsolom, akkor azt tudom, hogy akkor már nem tudnám megtalálni. Ez már egy kikapcsolódás. Igen, az egy kikapcsolódás, de félretéve a viccet, hát végül is én egy pár éve elkezdtem búvárkodni, az egy jogi kapcsolódás volt, pár alkalommal jártunk Horvátországba, nejemmel együtt, nekem az egy nagyon nagy kikapcsolódás volt. Merész búvár vagy? Tehát mik a teljesítmények, mit lehet mondani? Hát merész mihez képest? Hát... Tehát szívesen lemerülsz a tenger mélyére. Igen, igen, igen. Hát ez az én vízi múltamat, az, amíg nem beszéltem egy gyerekkoromban, ez onnan ered az egész, hogy én gyakorlatilag a mikortól kezdve mi szextárnól laktunk, én úszni jártam. Gyakorlatilag 3 éven keresztül úsztam, és hát versenyekre is jártuk, igaz, hogy nem túl nagy sikerre, de egy vízbiztonságot ez nekem megadta egész életre, úgy érzem, és hát a víz szeretetét is megadta. Meg hát abból is adódik, hogy bátai származású révén ott van a Duna, ugye, és hát a Duna szeretete most is megvan bennem, tehát hogyha másra nincs is ideje az embernek, meg hát nagyobb távolságra nem tud elmenni, akkor a Dunára szeretek még kijárni.
Tehát akkor vannak egyrészt a vízisportok, és ez a buvárkodásban kimerül, vagy van más is, ami rabul ejtett, ami hobbi esetleg? Hát néha egy-egy hétre, évente egy hétre egy vitorlás túrát szoktunk barátainkkal szervezni, pesti barátokkal, és hát az is még nagyon tetszik, az a fajta vízisport. De hát ehhez is minden máshoz is sok idő kell, és hát az nem mindig áll rendelkezésre. Egyébként mondhatni, hogy társasági ember vagy? Tehát mondjuk, hogyha ha most nem nézzük azt, hogy amúgy egy nagyon elfoglalt ember, akkor igyekszel mindig a kapcsolatokat ápolni, barátokra, a társaságra, a környezetre sok időt fordítani? Persze, persze. Nagyon szeretünk a nejemmel együtt táncolni, tehát bálokban szoktunk részt venni, illetve hát barátainkkal sokszor csinálunk közös programot, akár teljes hétvégi programot, ahogy ezt az időnk engedi. Mit lehet mondani a jövőről? Tehát azért itt utaltunk rá, hogy a KFT egy egész magas színvonalon áll most sok-sok kihívással, feladattal, és hát ami jelen esetben csak jó, hiszen te mondtad, hogy ezt szereted, ez az, ami téged generál. Mik a következő lépések, mit tervezel egyáltalán a munkában, vagy akár a jövőre nézve más területen, mik a céljaid? Hát édesapám megadta már nekem ezt az irányvonalat, tehát egy megyei komplett hálózatot szeretnénk létrehozni. Hát ebben most már elég előre haladtunk, mert mintegy 25 településen szolgáltatunk, szinte teljesen egy rendszerbe, és hát ezt szeretnénk, ehhez a hálózathoz kapcsolódó települések számát szeretnénk bővíteni, és hát jövő évben mintegy majdnem 20 településen szeretnénk még megjelenni. Erre sikerült most egy jóértékes pályázaton is nyerni támogatást, és hát így olyan településeken, ahol eddig egyáltalán nem volt soha kábel tévé, ott is ki tudjuk építeni, illetve hát a mostani új pályázatoknak a előírása, sőt követelménye, hogy minden egyes ilyen településen már azonnal kell indítani az internet szolgáltatást is. Tehát az egyéb távközlési szolgáltatások iránti kihasználtsága a hálózatnak remélem, hogy meg fog indulni. Illetve hát beszélhetünk még a telefon elterjedéséről is, de úgy gondolom, hogy a jelenlegi mobil piacon ezt most még erről ne beszéljünk, mert annyira elterjedt a mobiltelefon, hogy mit csak legfeljebb az árral tudnánk versenyezni. Meg kell kérdeznem, így beszélgetésünk vége felé, mert nem tudnám ezt a kérdést magamba tartani, hogy mi a te kedvenc tévéműsorod, mi a te kedvenc csatornád? Hát én nekem a természetfilmek, a Discovery az én kedvencem, illetve a Spectrum, National Geographic, tehát én nekem ezek a kedvenceim elsősorban. Hát utána jönnek a zenei adók, illetve hát a mozifilmeket inkább a nejem szokta nézni, ő tudja melyikből ki a szereplő, melyikben mi történik, mi fog történni, én ezeket annyira nem. Nem vagy olyan nagy filmrajongó. Említetted, hogy kisfiad 1 éves. Hát korai még ilyenről beszélni, és hát természetesen bármi lehet a gyerekből még innentől kezdve, de a szíved mélyén szeretnéd, hogyha maradna műszaki vonalon, és azt, amit édesapád elkezdett vinni tovább? Hát, ezt majd, úgy gondolom, majd ő kiválasztja. Hát én megadom rá az esélyt, hogy úgy mondjam. Hát én már most is, hogyha esetleg a nejem kicsit nehezebben bír vele, akkor délben otthon voltam ebédelni, akkor ütetem be magam elé az autóba, és viszem rá a székhez, ott egy kicsit eljátszik, a lányokkal eljátszik, tehát ott egy-két órát lent van, és akkor viszem haza, mert egy kicsit az én nejemet is felszabadítom ezáltal. Illetve hát ott egy kicsit a társaságot is szokja meg, hát lát valamit. Én konkrétan nem mondom azt, hogy ezt szeretném, hogy ezt csinálja, de majd ő kiválasztja magának, hogy mit szeretne, hát meglátjuk. De az biztos, hogy a te életedben a műszaki pálya az mindvégig meg fog maradni, és ebből nem engedsz. Hát úgy szeretném, így, hát, így szeretném. Hát ebben még azért a technológia is közbeszólhat, de hát nem vagyunk jó sok, szokták mondani, hogy mit hoz a jövő. Hát én szeretném, hogy ez így legyen hosszú távon. Hát akkor én ezt kívánom neked, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. A nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, meg tartsanak velünk a legközelebb is. Viszontlátásra, minden jót mindenkinek!